1873-ban létrejött a mai múzeum jogelődjének számító egylet, majd 1874-ben iktatták be hivatalosan az intézményt, mely később múzeumegyesületként működött tovább. Éppen ezért a 150. évfordulót egy 2 éves programsorozat keretében ünnepli a város. Ennek nyitányaként szervezték meg a legújabb régészeti, történeti és természettudományos kutatások eredményeit összefoglaló konferenciát szerdán. A résztvevőket Cserpalkovics András polgármester köszöntötte. Ha valaki megnézni az előadókat, akkor látja, hogy hányféle szakma az, amelyik ilyen konferencián megjelenik. Magyarul, amit azt mondunk, hogy múzeum, azt mondjuk, hogy tudomány, azt mondjuk, hogy kutatás. És a mai nappal egy kicsit mindenki előtt is tisztelgünk, akinek ehhez a múzeumhoz az alapítás óta bármilyen köze volt, ennek a múzeumnak a munkáját segítette, támogatta, és ennek a közösségnek a tagja, vagy akár, aki mondjuk egy kiállítás megtekintésével lett ezen közösség tagja. A konferencia apropóját és fő témáját a Jókai utcai feltárások adták, ezt már Pokrovenszky Krisztián, a múzeum főigazgatója mondta, aki hozzátette, 2017-ben egy próbafeltárás, majd később egy tervásatás keretében várostörténeti szempontból kiemelkedő jelentőségű leleteket találtak a régészek, ugyanis kirajzolódott az a fa szerkezet, amelyet a föld és a mocsaras rétegek megőriztek, légmentesen lezártak. Ezt követően pedig kőrétegeket tártak fel a szakemberek, melyek gyakorlatilag az egykori városfalat adták ki. Ekkor derült ki, majd később dendrokronológiai és C14-es vizsgálatok ezt alá is támasztották, hogy már bizony a 11. században, 11. század elején kőfal vette körül Székesfehérvárt, ami gyakorlatilag egész Európa szerte ritkaság volt akkoriban, tehát ez is mutatja a városnak a jelentőségét, és hát úgy gondoltuk, hogy ennél jobb alkalmat, vagy jobb apropót, ami elindítaná ezt a 150 éves programsorozatot, nem is találhatnánk. Teiszler Éva történész, a szimpózium szervezője híradónknak azt mondta, a régész történész szakmában is rendkívül nagy eredménynek számít az előkerült leletek tudományos vizsgálata, ami Európa figyelmét is a városra és a városban dolgozó szakemberekre irányítja. Ez gyakorlatilag európai mértékben, európai léptékben is egy meglehetősen jelentős eredményes információ, és hát azt kell mondanunk, hogy ezek a kutatások egyébként más városokban is hasonló kutatásokra inspirálták a különböző múzeumokat, úgyhogy ezekről is hallhattunk a konferencián. A Jókai utcai ásatások régészeti és történeti jelentősége mellett a résztvevők többek között a nemzet fővárosának korai történetéről is hallhattak érdekes előadásokat.